A mai kisfilmünkben a kommunikáció szakosok háromnapos tanulmányi kirándulásáról számolunk be. Utunk első állomása Kincses Kolozsvár volt, ahol Mátyás király szobrát, szülőházát és a Szent Mihály templomot néztük meg, valamint a Babesbolyai Tudományegyetemet. Utunk innen Erdély legszebb falujának tartott Torockóba vezetett. Torockó az 1143 méter magas, impozáns Székelykő lábánál terül el. Szállásunk Torockón volt, két éjszakát töltöttünk el ebben a faluban. Itt volt a túráink kiinduló pontja, és innen másztuk meg a Székelykőt. Hazafelé útközben megálltunk Erdély egyik másik természeti látványosságánál, a Tordai Hasadéknál, amely éppen itt látható mögöttem. A Tordai Hasadékban tett két órás túra után indultunk hazafelé, és útba ejtettük Nagyvárad városát is. 2003. október 20-án közel 50 fős csapattal indultunk Erdély felfedezésére. A határátlépése után első programunk a kincses jelzővel is illetett Kolozsvár megtekintése volt. Utunk közben azonban áthaladtunk a Királyhágón is, mely egykoron Magyarországot és Erdélyt elválasztó határ volt. Értünk Erdély 330 ezer lakosú fővárosában. Kolozsvár a magyar történelem és művészet történet emlékeiben igen gazdag város. Mátyás király szülőházától az erdélyi kultúra legnagyobb alakjainak nyughelyéül szolgáló hazsongrádi temetőig az egész várost a múlt és az időtlenség hangulata lengíti. Csapatunk felkereste Mátyás király szülőházát, lovasszobrát, a Szent Mihály templomot, valamint a Babesbolyai Tudományegyetemet. A város felfedezése után indultunk tovább. Az estét már a sokak szerint legszebb erdélyi falunak tartott Torockón töltöttük. A többségében magyar lakóközség a Székelykő lábánál fekszik, az Erdélyi medencében, a külvilágtól szinte elzárva kis etnikai szigetet alkotva. A falu látványosságai közé tartoznak gyönyörű fehérre festett házai, valamint a település felé magasodó Székelykő. Másnap a községet határoló Székelykő csúcsának meghódítására indultunk. Az 1129 méter magas Székelykőt Erdély legjellegzetesebb hegyének tartják, fekvő emberre emlékeztető alakja miatt. A hegy az Aranyosi és a Maros folyó között helyezkedik el, és nem más, mint egy hatalmas mészkőrög. Mi célunk egyik hágójának megmászása volt, ahová 500 méter szintkülönbséget leküzdve másfél kilométer alatt értünk. Innen már csak 100 méter választott el minket csúcsától, mely 1129 méter magas.
Az elénk táruló panoráma azonban a fáradtságunkat felfutolta. Visszafelé a csapatunk két részre oszlott, és külön-külön útvonalon indultunk vissza a faluba. Voltak, akik egy rövidebb, másfél órásán veszélyesebb utat választottak. Ők a meredek hegyoldalon sárban csúszva, kicsit megviselten és nem túl tisztán értek haza. Halló mindenkinek! Most fogok lássni innen a nagyaimat! Ott lépek, megtart! Te csak azt hiszed! Megtart! Állj fel! Nézd be ide kamerába, állj fel, Viki, gyerünk! Vigyázz, Katta! A kevésbé merészek egy hosszabb 3 órás túra után értek vissza kiinduló pontunkra. Harmadnap fájó szívvel búcsúztunk el Torockótól, és indultunk a tordai hasadék felé, mely Erdély leglátványosabb és legismertebb természeti képződménye. A Torockói hegység északi részén helyezkedik el, és a környék legnagyobb karsztos domborzatú szorosa. A karsztos domborzatot egy 350 méter mély hasadék képviseli. A hasadék a vulkáni alkotás egyik legbámulatosabb remeke, egy hegylánc tetejétől a talpáig kettérepedve. Összesen körülbelül 75 barlang, mélyed és boltív található benne, melyek közül van, amely meghaladja 75 méteres hosszúságot. Gazdag növényvilág jellemzi, közel 1000 féle növényfaj megtalálható itt. 1939 óta pedig természetvédelmi terület. Túlánk a Hesdát patak mentén, hol pedig benne halad. Útunk során többször kereszteztük a patakot hidakon, és találkoztunk sziklafalba erősített láncokkal is, melyek túlánk biztonságát segítették. Kirándulásunk, bár csak 3 napos volt, mindenki élményekben gazdagon tért haza. Bakancsot fel! Köszönöm figyelmüket! Mindenkit arra biztatnék tehát, hogy barangolja be Erdély csodálatos tájait, hegyeit, völgyeit, szorosait. Jó túrázást kívánok mindenkinek! Bakancsra fel!